A Zeneosszal és a Szakál Metállal ismét készültünk nektek egy kis jariszos promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szakál Metál webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Amon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Amon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni. Komoly változások történtek a hazai motorsportban, aminek nem mindenki örül. 2024. június 10-én megjelent a magyar közlöny, benne a 121/2024-es kormányrendelet, ez június 25-én hatályba is lépett. Ennek értelmében minden autó- és motorsport rendezvény megtartásának lett egy új feltétele, a felelősségbiztosítás megkötése. Ez viszont magával hoz néhány problémát, amiről mindenképp beszélni kell, sokan már az amatőr motorsport létezését érzik veszélyben. Ez a mai témánk, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! Nem nehéz kitalálni, hogy mi áll a módosítás mögött. Márciusban a 11. Esztergom nyerges rally versenyen a nézők közé csapódott egy versenyautó, és 5 ember az életét vesztette. Nem ez volt az első súlyos versenybaleset itthon, de vélhetően a bajóti tragédia volt az, ami igazán komoly nyomást helyezett a jogalkotókra. Emellett arról is szó van persze, hogy a motorsport rendezvények biztosításának megszervezése egy Európai Uniós vállalás, mint azt tudjuk, kormányunk bizonyos vállalásokat nagyon szeretne betartani, bizonyos vállalásokat kevésbé, ezt ugye a benzin árak adótartalmával foglalkozó videómban már kitárgyaltuk. Akárhogy is, a rendelet hatályba lépett, a motorsport rendezvény szervezőjének biztosítást kell kötni a rendezvényére, amennyiben az verseny, edzés, teszt vagy bemutató. Már az sem egészen egyértelmű, hogy melyik kategória pontosan mit akar. Versenynek például az számít, ahol időmérés vagy értékelés van. Így például egy egyszerű pályanap is, márpedig ebben a videóban én a pályanapokkal szeretnék, meg a kisebb amatőrversenyekkel szeretnék foglalkozni, mert közlekedésbiztonsági szempontból ezeket tartom fontosnak, ide kell terelni az embereket, hogy inkább itt éljék ki magukat, mint a Vácin vagy az Árpád hídon. És ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése most meglehetősen bonyolultá vált. Akkor szervezhetsz ilyen rendezvényt, ha van biztosításod, de csak az MNAS-nél, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnél történő regisztráció után tudsz biztosítást kötni a Groupamánál. Tehát be kell regisztrálnod magad az MNAS-nél, amiért cserében legalizációt kapsz, vagyis megtartod a rendezvényedet, és köthetsz a Groupamánál rá egy biztosítást. Le kell adni a rendezvény dokumentációit, a biztonsági tervét és egyéb dolgokat, aztán, hogyha minden rendben van, megfizetted a megfelelő összeget, amit mindjárt kifejtek, akkor megkapod az engedélyt a rendezvény megtartására, valamint köthetsz biztosítást. De mit fedez a biztosítás? Egész pontosan, harmadik személy testi épségében, tehát néző, esett károkat és az infrastruktúrában esett károkat, tehát mondjuk a pályának alkatrészei, részegységei, hogyha eltalálsz egy villanyoszlopot vagy valamit, akkor arra térít, az autóban esett kára viszont nem. Az MNAS általi engedélyeztetésnek két díja van. A regisztrációs kérelem eljárási díja 30 ezer forint, pályanapok esetében a regisztrációs díj 50 ezer forint. Ez eddig 80 ezer forint többletköltség egy pályanap szervezőnél, nyilván más szakágokban ezek az összegek változnak. Erre kell megkötnöd még ezen felül a biztosítást a Groupaman keresztül, az általa megkérdezett pályanap szervezője a 60 fős rendezvényére 186 ezer forintért kötött biztosítást. Vagyis ennél a rendezvénynél fejenként 3100 forint a biztosítás és 1300 forint a regisztráció és az eljárás pluszköltsége az MNAS felé, tehát fejenként egy ilyen 60 fős pályanapnál 4400 forint pluszköltséget jelent. Szóval, hogy ez sok vagy nem sok, ezen lehet filozofálni, hogyha mondjuk egy Kakucson vagy Emringen szervezett 25-35 ezer forintos pályanapról beszélünk, mert ami ennyibe kerül egy személynek, ott azért egy érezhető összeg. Ha egy nagyobb pályás, tehát mondjuk Pannonia Ringes, 60-80 ezer forintos rendezvényről beszélünk, ott kevésbé érezhető, bár még mindig ott van az elvi kérdés, hogy mit kap ezért az ember. És egy ilyen pályanap résztvevő teljesen jogosan akad fent a biztosításon, hiszen miért kötne ő biztosítást a nézőkben esett károkra, amikor mondjuk a nézőktől betonfal választja el, vagy földsánc választja el, vagy a nézők egy a pályától méterekre lévő 2,5 méter magas korláttal elválasztott emelvényen állnak.
Ugye? Hát így is lehet nézni ezt az összeget. Amit amúgy a regisztráció során az MNLS-től kapsz, az, hogyha leadod például a rendezvényed biztonsági tervét, akkor azt az MNLS szakemberei véleményezik, tanácsokat adnak, igény esetén változtatásokat javasolnak, ami egy amatőr versenynél mindenképpen hasznos, egy pályanapnál viszont nem biztos, hogy szükség van rá. Kijöttem egy pályanapra. Ez most egy olyan pályanap, amin nincs időmérés, emiatt igazából az új szabályozás alá nem esik be. És mivel esik az eső, ezért az emberek inkább a vezetéstechnikára mennek rá, csúszkálnak egy picit, nem is feltétlen annyira zavarja őket, de a szervezők szerint, hogyha ez most egy száraz nap lenne, akkor azért sokaknak gondot okozna, hogy csak lusztra mennek körbe-körbe, és nem tudják figyelni az idő eredményüket. Már csak azért is furcsa ez az egész, mert hogyha betesznek magunknak egy raceboxot, vagy bármilyen olyan applikációt, ami méri az időt, az ugyanúgy egy időmérés, tehát csak hát az kívülről nem látszik, mit tud ezzel ugye kezdeni a hatóság. Egy ehhez hasonló pályanapon nagyjából 45-50 ember szokott eljönni. A nevezési díjak azok az általam már próbált, meg megnézett ilyen kispályás pályanapokon, ilyen 25 és 40 ezer forint között alakulnak. Ilyen 3-500 ezer forint körül lehet egy napra kibérelni a pályát, 2-300 ezer forint között alakul az időmérés, tehát vannak költségek. Itt most beszéltem az egyik szervezővel, aki azt mondta, hogy ilyen 3000-3500 forint körüli összeget talált a biztosításra. Ő azt mondta, hogy nem tervez emelni, mert ez még belefér, bár nem tisztázott még minden részlet. És hogyha jól értelmeztem ezt a biztosítást, ez ugye anyagi károkat nem fedez. Tehát, ha én a csóró Mazdával beleállok egy GT3-as Porsche lökhárítójába, és ki kéne tennem 5 misit, akkor ebből semmit nem fedez, ezt nekem is ebből meg kell oldani, vagy ahogy megegyezünk a tulajjal, mondjuk viszi a vesémet. Ellenben, ha személyi sérülés történik, akkor arra a biztosítás már érvényes. Viszont egy ilyen vagy ehhez hasonló pályán a személyi sérüléses balesetnek nagyon kicsi az esélye. Beszéltem ennek a pályanapnak a szervezőjével, azt mondta, hogy 11 év alatt egy baleset történt, egy ilyen versenyautónak átépített Suzuki-ban eldurrant egy belső vízcső, és a forró víz leforrázta az embert. Van egy komoly adminisztrációs teher is. Azzal, hogy behúzták a motorsportot a már létező sporttörvénybe, azzal a motorsport ilyen stadionsportokkal vagy teremsportokkal került egy kalap alá, mint kézilabda, foci és hasonlók. Ezekre is optimalizálták a törvényt, tehát hogyha valaki szeretne megszervezni egy ilyen rendezvényt, akkor fel kell vennie a kapcsolatot az ORFK-val, a katasztrófavédelemmel, az Állami Népegészségügyi Hatósággal és a vonatkozó szakszövetsége, jelen esetben az MNLS-szel. Na most nem biztos, hogy az MNLS előtt felsoroltak egy motorsport rendezvénynél, egy amatőr motorsport rendezvénynél életszerűek. Azt érezni ezen a törvényen, hogy nincs megfelelően kidolgozva, és főleg nem igazították hozzá a motorsporthoz. A rendőrség is csak jogszabályokat kapott, jogértelmezés nem, ezért nekik sem egyértelmű, mit és hogyan kéne ellenőrizni egy ilyen rendezvényen, már pedig a szemlézés az ORFK szintű. Egy általam megkérdezett szervező több egyedi versenyt hozott tető alá, aminek a megszervezése különösen problémás volt, mert nem csak az MNLS-szel kellett egyeztetnie, hanem az előbb felsorolt hatóságokkal is. Mellesleg az előbb felsorolt hatóságok is gondban vannak, hiszen eddig ezzel nem kellett foglalkozniuk, nincsen rá bejáratott gyakorlatuk. Aztán ugye ki kell rendelni az Országos Mentőszolgálat által biztosított mentőt. Ez több szempontból problémás, ugye azt tudjuk, hogy az OMS egységei meglehetősen leterheltek. Volt például olyan Pannonia ringes futam, ahová Győrből kellett mentőt hívni, ráadásul a mentős sem feltétlen képzett motorsport balesetekben, még vannak olyan privát mentőszolgáltatók, akiknek komoly kompetenciája van az ilyen rendezvényeknél. Szóval nehézkes ez, és ahogy már említettem, a rendőrség sem feltétlen tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert problémás a jogértelmezést. Hallottam olyan vidéki szlalomversenyről, ahol az ellenőrző rendőrök a vendégszurkolók elhelyezéséről érdeklődtek. Egy amatőr szlalomon a vendégszurkolók elhelyezéséről. Mert hát ők abból indulnak ki, ami a törvényben le van írva, már pedig az mondjuk kézilabdához és focihoz van szabva. Aztán a biztonsági emberek. Tehát ha például Kiskullacházán kibolyáznak egy reptéren egy
szlalompályát, akkor 5 méterenként oda kéne állítani egy biztonsági embert, hogy ne tudjanak a játéktérre nézőkbe menni. Ez teljesen életszerűtlen, ahogy életszerűtlen ez egy kakucsringen, egy emringen, vagy akár egy amatőr rally szakaszon is, hiszen nem tudsz minden bokor mellé odaállítani egy biztonsági embert, hogy a nézők ne menjenek be a pályára. Ezen is az érződik, hogy a csapatsportokra találták ki ezt a fajta szabályozást. Aztán a közelmúltban volt egy eset, hogy egy side-by-side-okat és quadokat forgalmazó cég szervezett egy tesztnapot, ahol ki lehetett próbálni a termékeiket. Így ez már tesztnek minősül. Június 26-án ugye megjelent a módosítás, 5-én hatályba lépett, és a vonatkozó kapitányságról hívták a szervezőt, hogy szép és jó a tesztnap biztonsági terve, de hol van a biztosítás. Erre válaszolták a szervezők, hogy májusban leadták a biztonsági tervet, amikor a törvény még sehol sem volt, de a rendőrségnél vártak az elbírálással, aztán számon kérték a hiányzó biztosítást. Hatalmas egyezkedés után meg tudták tartani a tesztnapot, de közben kétszer jöttek ellenőrizni, két rendőri ellenőrzés történt. Először azért, hogy mit csinálnak, hogy minden rendbe megye, másodjára pedig azért, hogy a rendőrök gyakorlati tapasztalatot szerezzenek abban, hogy egy ilyen rendezvényt hogy is kellene vizsgálni. Emellett hallottam arról, hogy a gokart bajnokság futamai zárt kapusak, a kecskeméti szlalomverseny is zárt kapus lesz, márpedig ha valami, akkor ez nem csak az amatőr, de akármilyen motorsportot megöl, hogy nincsenek nézők. Egyrészt taszítja a szponzorokat, másrészt meg a közösség az, amiért ezt csináljuk, amiért ezt szeretjük, hogyha ezt kiveszik a képletből, akkor az ember már is egy sokkal, de sokkal rosszabb szájízzel fogja kifizetni azt a mérhetetlen pénzt, amiben ez az amúgy egyre elnehezülő hobbi kerül. Az általam megkérdezett érintettek, akik versenyszervezők és motorsport közeli emberek, egyetértettek abban, hogy nem hozzáértő emberek írták meg a törvényt, és az elhangzottak alapján az sem tűnik valószínűnek, hogy egyeztettek szakmai szervezettel. Megtörtént a tragikus baleset, gyorsan kellett egy intézkedés, hogy a minisztériummal működés látszatát keltse, a baj csak az, hogy nem ért célt, mert nincs kidolgozva, nincs a motorsporthoz igazítva, nem szűri a feketézőket, nem fehéríti a szürkézőket, és főleg nem növeli a biztonságot. A baj csak az, hogyha az eddigénél is kevesebb pályanap lesz, akkor vagy ezeknek a pályanapoknak megnehezítik a megszervezését, netán megdrágítják, akkor megint csak vissza fognak menni az utcára az emberek, és száguldozni fognak. Most már azért én azt gondolom, hogy amatőr pályanapból elég jól álltunk, és hogyha az ember akart, akkor akár havonta is elmehetett egy ilyen versenypályára, akár kiengedni a gőzt, akár fejlődni vezetés technikailag. Amikor felvettem ezt a videót, nem beszéltem róla, mert úgy gondoltam, hogy egyértelmű, viszont most a vágás során úgy érzem, hogy mégis hangsúlyozni kell. A motorsport, akármilyen közhelyesen is hangzik, veszélyes, és épp ezért mindent meg kell tenni, hogy a lehető legkevésbé legyen veszélyes, és igen, bár én jellemzően a biztonságos pályanapokat emeltem itt most ki, és azokról beszélek, azért hozzá kell tenni, hogy léteznek itthon olyan féllegális, vagy esetleg illegális motorsport rendezvények, amelyek tényleg veszélyesek, ez ellen tenni kell, biztonságossá kell tenni őket. Emellett viszont, ahogy ez a videóból látszik, ezek a szabályok nem feltétlenül ezt támogatják, és közben az amúgy biztonságos rendezvényeket is megnehezítik, azok szervezését megnehezítik. Nagyon szerettem volna megkérdezni erről az MNAS véleményét, írtam nekik egy levelet 3 héttel ezelőtt, de lássatok csodát, nem kaptam választ. Ezzel párhuzamosan a magasabb költségek miatt az MNAS rendezvényeken csökken a versenyző létszám, mert inkább elmennek privát bulikra, külföldi versenyekre, óhatatlanul az utcára, és hogyha most ilyen formán megnehezül az amatőr versenyeknek a megszervezése, az nem biztos, hogy további szimpátiát kelt a szövetség irányába, és sok szervezőnek, meg versenyzőnek amúgy teljesen jogosan bántja az önérzetét, hogy az egész intézkedés kiváltója egy olyan baleset, ami egy elvben komolyan szabályzott országos rally bajnoki futamon történt, egy MNAS rendezvényen. Én azt gondolom amúgy, hogy az amatőr motorsportra szükség van, pályanapokra szükség van, amatőr versenyekre szükség van, de ezeket inkább minél elérhetőbbé kéne tenni, egyszerűbben hozzáférhetőbbé kéne tenni. Nagyon bízom benne, hogy változtatni fognak ezen a szabályozáson, mert ez így most ellene mutat mindennek, amit a józanész diktál. Legalábbis azok alapján, amit az általam megkérdezett érintettek elmondtak. Mondom, én nagyon kíváncsi voltam az MNAS álláspontjára, tőlük választ.
nem kaptam. Ha esetleg ez után videó után lesz, akkor majd folytatom. Írjátok le a véleményeteket, hogy esetleg titeket, mint amatőr motorsportrajongókat, vagy motorsportrendezvényen résztvevőket érintette ez bármilyen szinten, vagy csak azt, hogy mit gondoltok a kialakult helyzetről. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, hamarosan folytatjuk.